Sziasztok! Ez a Padampa! Megérkezett a narancssárga markológép. A rakodókanállal felemeli és elszállítja a homokot. Utána a markolókanál segítségével feltölti a zöld színű formákat. A lila kanállal elsimítjuk, aztán kiöntjük a homokot. Egy. Kettő. Három. Nagyon szép tornyot építettünk. A röngszállító elviszi a farönköket az építkezés helyszínére. A közepén lévő darúval pedig egyenként leemeli őket. Ezután a farönköket megmunkálják, és nem sokára kész lesz a játszótér. Már csak három darab alkatrész hiányzik, amit egy utánfutós traktor szállít ide nekünk. Felszereljük a tetőt, a nagy csúszdát, és a kék hintát. A vadonatúj játszótér készen áll a gyerekek fogadására. Az ovisokat beültetjük ebbe a narancssárga kis buszba. Kettő, három, négy. Mindenki megvan? Kérdezte az obónéni. Igen! Szuper, akkor indulhatunk.
Anni kedvenc időtöltése a hintázás, ezért ő azt próbálta ki először. Nagyon tetszett neki. Feri a gyűrűhintán tornázott. Peti felmászott a magas mászókára, ahonnan belátta az egész játszóteret. Jaj, nem! A kisfiú elvesztette az egyensúlyát, és leesett a földre. A városi kórházba fogják szállítani, hogy megröntgenezzék a fájó karját. A mentőautóba beül a doktornéni. És a doktor bácsi. Beszereljük a szélvédőt és a tetőt. Aztán szirénázva útnak indul az autó. Perceken belül megérkeztek a játszótérre. Az orvosok ráfektetik a kisfiút a hordágyra, bekötik a kezét, és infúziót adnak neki. Amikor megérkeztek, a sebesült fiút a csörlő segítségével beemelték a kórterembe. Hősiesen viselte a balesetet. Jól fog esni neki egy kis pihenés. Ez a doboz egy hatalmas vasútkészletet rejt. Először a pályaudvart építjük fel. Majd összeillesztjük a síneket. Mosolygós mozdonyvezetőt beültetjük a vezetőfülkébe.
A vasúti kocsit hozzákapcsoljuk a mozdonyhoz, és a szerelvény útnak indul a Balaton felé. Hűha! Ez egy hatalmas vár! A kapuban állnak a pajzssal felszerelt katonák, akik a kincses ládát őrzik. Ajjaj! Megérkezett az ellenség! Oh no! Ágyút is hoztak, de szerencsére csak a sárga oroszlános zászlót találták el. Thank you.
Bye.